Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Pénteki Mozaik című műsorát látják. Mai témánk a Sárvári Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervezete, de természetesen ennek kapcsán az idei évről is kérdezni fogom ma esti vendégünket. Köszöntöm a stúdióban Kondora István polgármester urat. Jó estét kívánok! Jó estét, én is mindenkit tisztelettel köszöntök! Mielőtt felrajzolnánk a 2017. évi terveket, talán így novemberben már érdemes lenne egy kicsit mérleget vonni. Mennyire teljesültek 2016-ban a tervek, a várakozások? Milyen évet zárunk? Még egyszer mindenkit köszöntök. Hát egy kicsivel talán nagyobb időtávot is kellene megvilágítanom az első néhány mondatba. Tudjuk, az elmúlt napokban volt 2 éve, hogy megalakult ez az új képviselőtest, tehát éppen október 27-én. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évben már azokat a terveket tudtuk megvalósítani, amelyet ebben a ciklusban úgy kigondoltunk, mert őszintén szólva a megelőző ciklusnál ugye tekintettel arra, hogy folyamatosság volt, és még az Európai Uniós pályázatok 14-ig érvényben voltak, tehát azoknak a megvalósítása. Ott bizonyos mértékig már a korábbi ciklusban vagy ciklusokban kialakított pályákat kellett végig szaladnunk, végig futnunk, hiszen befejeződtek azok a pályázatok. És az megelőző 4 évben, amit terveztünk, azt meg is tudtuk valósítani. Annak viszont a következménye az lett, hogy a pályázati önrészek miatt a városi pénzügyi tartalékok egy bizonyos mértékig megapadtak, mert a folyó pénzügyeink, azok egy kicsit nehezen indultak 2010 és 12 között még, mert a pénzügyi gazdasági válság azért nálunk is némileg éreztette hatását, de különösen éreztette hatását az országban. És 2014-ben akkor úgy tudtunk nekiállni, hogy na erre a ciklusra, ami egyébként 5 éves, és erre az Európai Uniós pénzügyi szakaszra kell megfogalmaznunk az ötleteinket, aminek ugye van egy látványos része, majd amikor építkezünk, és van egy kevésbé látványos része, amikor nekiállunk gondolkodni, ötleteket összehordunk, egy kicsit kapirgáljuk őket, megrágjuk, jól végigonuljuk, aztán utána leülnek a szakemberek, nekiállnak tervezni, rajzolni, pénzügyi terveket készíteni, a jogi feltételeket biztosítani. Ez talán annyira nem látványos, úgyhogy a 2016-os évre térnék vissza, hogy ebben az évben rendkívül sok pályázatot tudtunk már csomagba formálni és a pályázatokat beadni, de ennek is az előélete már 2015-re visszanyúlik, hiszen egy-egy ilyen pályázatnak az előkészítése legalább 6-8 hónap, amíg megfogalmazzuk a programokat, jó néhány hónap, amíg a tervezők a rajzasztalon egy kicsit életre keltik, és azt követően most már talán áprilisban volt a legelső határidő, olyan április 10-e körül, amikor elkezdtük beadni ezeket a pályázatokat, és ha jól emlékszem, akkor 11-12 biztosan volt, meg alkalmilag 1-2 kisebb is, ami lehetőségként megnyílott. Amit mégis érzékelni lehetett a városfejlesztésben, az néhány olyan dolog, mint május körül adtuk át a új köztemetőt a hegyközségben, elindult a hegyközségben most már működőképesen a szennyvízcsatorna, és üzemel rendesen. Azután utak, járdák építése a korábbi éveknek megfelelően, vagy abban a tempóban folytatódott, viszont éppen most a napokban fog befejeződni egy nagy léptékű, több mint 80 millió forintos beruházás a Kinizsi utcának a teljes körű megújítása. Tehát a sokféle terv mellett azért a életünkben, mert volt homlokzatfelújítás, épp nagyon fontos középületek tető szerkezetének a cseréje, például a Dózsa út 14-ben, vagy a AMTS épülete a várkerületen. Ovi foci pályát avattunk. Volt rengeteg dolog, de amit időnként szoktak úgy kérdezni, hogy megint akkor egy nagy, bombasztikus beruházás legyen, azoknál azért látni kell, hogy minden évben nem tudunk több milliárd forintos beruházást csinálni. De ez már azért már az Európai Uniós pályázati pénzeknek is van egyfajta hullámhossza,
És attól saját fejlesztéseket is meg kell gondolni, mert hiszen a bevételek, amelyek folyamatosan érkeznek, azokból tudunk mi komoly, nagy fejlesztést csinálni. De hát üzemeltetni kell a várost, az intézményeinket, a közterületeket fönntartani, minden olyan feladatot, amelyet az önkormányzati törvény az önkormányzatra, így ránk is feladatként kiró. Azt gondolom, hogy azért az idei év kapcsán a bevételekről érdemes beszélni, hiszen említettük a beszélgetésünk elején, hogy 2010-ben ugye azért a válság elérte Sárvárt is, de azt gondolom, hogy az idei esztendőre sikerült ezeket a bevételeket stabilizálni. Hogy áll az ipar, az idegenforgalom helyzete, ezek a bevételeink? Megint egy háttérinformációval kezdem. Az, hogy a munkanélküliség 2010-ben körülbelül 8,2%-os volt, amikor én átvettem a stafétát, és a elmúlt hónapban 1,7%, ami azt jelenti, hogy nem is nagyon lehet kiszámolni, a szakemberek szerint már 4-5% körül ott lényegében nincs munkanélküliség, mert vagy az, hogy átmenetileg néhány hónapig valaki nem talál munkát, valamiért váltani kell, és hát sajnos vannak olyanok, akik éven túl, vagy több éven keresztül már nem kerülnek vissza objektív, avagy szubjektív okok miatt a munkaerőpiacra. Tehát lényegében nincs, sőt, egy nyugat-magyarországi nagy probléma, de magyar probléma is, talán kelet-európai, hogy a munkaerőből rettentő nagy hiány van. Nálunk is itt a városban sok úgynevezett import munkás vagy ingázó munkás van, nagyon sokan Kelet-Magyarországról, de én a honosítási téma kapcsán találkozom Erdélyből, hogy több százan érkeztek ide Sárvárra, erdélyi magyarok egy tömbbe is jönnek talán szervezetten, és hát az ipari parkban vagy más egyéb üzemeinkben keresnek és találnak munkát. És van egy másik oldala, hogy a sárvári munkaerő egy része pedig vonzódik a magasabb keresetek, vagy valamilyen egyéb szempont alapján szombathelyi munkahelyekhez, sőt, Győr-Moson sem, Sopron megyébe is átjárnak többen. És mivel itt vagyunk a határ mellett, nyilván ausztriai vagy németországi munkavállalás is elég nagy számban van. Tehát akkor a bevételek is igen, jól alakulnak. Most akkor a munkanélküli... Erről még nem beszéltünk, mert igen, csak a munkanélküliségről indultunk. És az, hogy 2010-ben ott már elég masszívan lehetett érezni Magyarországon, hogy gondok vannak a gazdaságban, és emiatt aztán a pénzügyekben is. Mi egy kicsit szerencsésebbek voltunk, mert az a lefele menő hullám az egy kicsit laposabb volt, és viszonylag gyorsan ki is jöttünk. Azért a adóbevételeknél egy 1-200 millió forinttal megéreztük az iparüzési adónál. Érdekes, hogy az idegenforgalmi adónál azért nem, mert 2008-ban belépett a Spirit, aztán több ilyen apró apartmanfejlesztés indult el, tehát ott szinten tudtunk maradni, vendégészaka számokban is, illetve idegenforgalmi adóban is. Na most visszatérve az ipar teljesítményére, érzékelhető, hogy 14-15-16-ban már bőségesen elérte a 2008-as tízes szintet, a termelésnek a volumene, ebből következően elkezdett újra emelkedni a helyi iparüzési adóbevétel. Most körülbelül 10-15% között van az az emelkedés, amely forintálisan is érzékelhető. Ez ugye nekünk azért nagyon fontos, mert a költségvetésből majd a koncepcióra beszélünk ott már, hogy milyen nagyságrendet ér el, nem is forintálisan, hanem arányait tekintve, százalékos arányait tekintve költségvetésen belül, és nyilván, ha több pénz van, akkor egy kicsit szabadabb lehet az álmodozás, és akkor a konkrét feladatok megvalósulása, megvalósításra előbbre sorolható. Tehát akkor ez át is vezetett bennünket a koncepció kérdés köréhez, hiszen az októberi testületi ülésen elfogadta az első olvasatát a 2017. évi költségvetési tervezetnek a képviselőtestület. Milyen alapelvek, milyen keretek között készült el ez a koncepció? Igen. Mindig megemlítem, hogy nem kötelező formai elem ma már a koncepció készítése, tehát törvény nem írja elő. Mi azonban úgy döntöttünk, és én ehhez személyesen is ragaszkodtam, hogy lássuk már úgy október-november körül, hogy mi az, amivel gazdálkodhatunk. Tehát nagyjából látni kell, hogy melyek azok a bevételek, amelyek biztosan bejönnek, tehát a fix bevételek, mert nyilván mellette van, ha szerencsések vagyunk, pályázati bevétel, vagy többletadó, vagy szerencsés esetben a kormányzati lehetőség.
Tehát, amikor megfogalmaztuk a jövő évi koncepciót, akkor néhány alapelvet magunknak lefektettünk. Hát ez sem olyan, mint amikor föltaláljuk a spanyol viaszt, hanem nagyon is a szó nemes értelmében konzervatív, olyan földön járó gondolatokkal indulunk neki. Tehát először is kiszámoljuk, hogy mennyi saját bevételt tudunk produkálni. Ez az adóbevételekből, iparüzési adó, idegenforgalmi adó és az egyéb bevételeinkből, amelyet az intézményeink tudnak bevenni szolgáltatások után, bérleti díjak után, esetleg valami értéktárgyunk van is el tudjuk adni, most például lakások vagy egyéb ingatlanok ügyében próbálkozunk. Azután megfogalmaztuk azt is, hogy a tartalékokat meg kell őrizni, és amennyire tudjuk, növelni kell. Már a saját ötletekhez, meg a pályázatokhoz ez önerőként segítséget fog nekünk adni. És a harmadik ilyen nagyon fontos alapelvünk szintén az volt, hogy csak olyan fejlesztéseket foglaljunk most be a koncepcióba, amelynek megvan a terve, talán az engedélye is, megvan a pénzügyi forrása. Tehát nem emeltünk be egyetlen egy pályázathoz köthető fejlesztési gondolatot sem, mert egyelőre azoknak a döntése az valószínű, hogy november-december hónapban fog majd elérkezni hozzánk. Tehát az igen, vagy sajnálatosabb esetben a nemről szóló döntés az később kerül elő, és mindig csak azt a pályázati elemet emeljük be a költségvetésbe, amelynek a döntése megvolt, illetve a szerződéskötésre is sor került. Így lett olyan 2,5 milliárd körüli a fő összege a költségvetésnek ezzel a minimál programmal, vagy ezzel, igen, a konzervatív tervezéssel. És akkor hogy tevődnek össze a bevételek, hiszen itt már említettük, hogy egyre nagyobb szerephez jutnak az iparűzési idegenforgalmi adóbevételek. Igen, tehát 2,5 milliárd forint. Volt már 5 milliárd is, de ne felejtsük el, hogy akkor benn volt a kórház 1 milliárdja, az oktatási intézményeknek is volt 1 milliárdja, a tűzoltóságnak is volt benn pénze, de ezek azonban csak átmentek a városi költségvetésen, és landoltak a megfelelő szolgáltatási helyen az intézményeknél. Tehát számomra az igazán fontos az, hogy mennyi az a keretösszeg, amely szabadon elkölthető, mert ez a felújításoknak meg a fejlesztéseknek a forrása. Tehát a 2,5 milliárd, akkor ez a 100%. Úgy kell kalkulálnunk, hogy az iparűzési, meg az idegenforgalmi adóbevétel adja a bevételeink 50%-át. 30%-át adják a városi egyéb különleges bevételek, a szolgáltatások díjai, a bérleti díjak, esetleg vagyonértékelések, értékesítések. És a maradék körülbelül 20%-ot adja nekünk az állam. Ebben az évben az olyan 615-620 millió forint lesz. Na most egy dolgot azt minden évben már ki kell emelni, hogy nekünk szerencsére olyan magas az iparűzési adóbevétel, amelyet egy lakosra, egy főre vetítve számolnak ki, hogy az idegenforgalmi adó saját bevétel mellé úgynevezett kiegészítést, az egy forintot, minden forint után mi már nem kapjuk meg. Tehát ebben van egy ilyen degresszió, mondanám azt, hogy egy olyan szolidaritási elv, amely a kevésbé erős településeknek a költségvetését fogja majd segíteni, de én azt gondolom, hogy mi most már a harmadik éve van ez a rendszer, mi nagyon is jól úgymond lőttük be azokat a tételeket, amelyeket az államtól várhatunk, és azokat is, amelyeket a saját munkánk eredményeképpen fogom majd megszerezni. Mennyire jellemző ez, hogy egy település a bevételei 50%-át tulajdonképpen maga tudja kigazdálkodni, vagy a helyi gazdaság erejéből begyűjteni? Tehát mennyire számítunk erős településnek? Hát ugye az 50% az csak az adó, meg az egyéb bevétel, tehát mi a 80%-át tudjuk a saját erőforrásainkból előállítani, és 20%-ot ad hozzá az állam. Hát meg kell mondani őszintén, hogy nagyon kevés ilyen település van Magyarországon. Ez köszönhető nekünk az erős idegenforgalmi oszlopnak, és hát a nagyon erős ipari háttérnek, amely mindkettőnek tulajdonképpen az alapjai már a 90-es években kezdtek kialakulni, ez az ipari park, aztán 2000-es évek elején a fürdőfejlesztés, arra kapcsolódó idegenforgalmi, már magántőkés fejlesztések adják ezt a képletet és ezt az erőt nyilván. Hát én úgy gondolom,
országos konferenciákon is a példázódó települések között, ott Sárvárt mindig beszokták azért mondani. Nagyon erős a vendégforgalom, a vendégészaka szám, nagyon szeretik a várost a külföldiek, szeretik a magyarok, folyamatos a fürdőnek a működése és a látogatottsága is növekedett. Ebben az évben a szállodáink látogatottsága is növekedett, ez az egyik oldal, a másik oldalon meg az ipar területén. Ma már nem csak arról beszéltünk, hogy a meglévő ipari üzemeink nagyon szépen dolgoznak és nagyobb termelési értéket állítanak elő, hanem egyrészt vállalaton belüli fejlesztésekről tudunk beszámolni, másrészt végre elkezdtek érdeklődni újabb és újabb befektetők, és majd meglátjuk, hogyha területet tudnak szerezni, hogy megtelepszenek-e még továbbra a városban, más helyeken, vagy a ipari park mellett, vagy a északi területen esetleg. Megvannak a bevételeink, jön a kiadási oldal. Ugye a kiadások nagy részét azért a működtetés, a város üzemeltetés viszi el. Milyen változás lesz ebben a jövő esztendőben? Gondolok itt például az iskoláknak a helyzetére. Az iskoláknál van egy kérdőjel, amelyre még egy picit várok, mert ebben bizonytalan vagyok. Az a helyzet, hogy feladatfinanszírozás volt az elmúlt években, de mi, ugye mivel erős helyi adó bevétellel rendelkezünk, az állam nekünk itt körülbelül 1,5-2 millió forintot adott az intézmények, csak az általános iskolák működésére, bocsánat, mert az óvoda meg a bölcsőde az más elbírálás alá esik. Viszont az üzemeltetés, ennek a személyköltségei, meg a dologi kiadások, a villany, víz, csatorna, díj, egyéb dologi kiadások, karbantartás, az olyan 85 millió forintot jelentett. Most az a terv, ezt olvassuk ki a törvényekből, hogy az állam miután átveszi január 1-től teljes egészébe, nekünk ebbe a finanszírozásba már nem kell részt vennünk. És mivel az adóbevételnél ez a degresszió érint bennünket, tehát van egy ilyen adóelvonás, ami nagyjából 350 millió forintot jelent, abba beleszámolják azt is, hogy az iskolákat, tehát az alap- és középfokú iskolákat az állam fogja innentől működtetni. Tehát a fenntartás után a működtetés is az államhoz kerül. Így van. De nyugtassuk meg a szülőket vagy a gyerekeket, tehát az épületek korszerűsítésébe, felújításába, karbantartásába továbbra is részt vesz az önkormányzat, vagy ezt hozzá? Igen, a következő helyzet, hogy a vagyon a miénk marad. Tehát a vagyonra vigyázni nekünk kell. Igaz, hogy van szerződés is, hogy a működtető és használó intézmény az a megfelelő alapkarbantartási ügyeket kell, hogy képviselje és megvalósítsa, de mondok egy fordított példát, hogy a Nádasdivár 93 óta állami vagyon, viszont mi vagyunk a vagyonkezelői, tehát ugyanaz a feladat, csak most fordított szereposztásba. És ha már iskolánál vagyunk, én azt gondolom, hogy most 2-3 évig ezt a helyzetet le kell tesztelni, ki kell próbálni, működtetni kell, nem szabad megint kapkodni és rángatni a rendszer. Ha az állam úgy döntött, hogy az állami kötelező alapfokú oktatást a kezébe veszi szőröstől-bőröstől, akkor most igenis oldja meg. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy jogazdája tud lenni, sem gyereknek, sem szülőnek, sem pedagógusnak egyéb problémája ebből nem adódik, mert minden ugyanúgy működik, mint eddig, csak más a kezelő és a működtető. Akkor tehát 2017-ben milyen intézmények maradnak az önkormányzat működtetésében? Megmarad a bölcsőde, megmarad a Vármelléki óvoda, a Petőfi úti óvoda, a Nádasdi várban, a Művelési Központ, a Múzeum, a Városgazdálkodási Vállalat. Ezek tehát mind kvázi intézmények, de nekünk kell a távhőt szolgáltatni, nekünk kell a hulladékgazdálkodást szervezni a városban, és az még ezen kívül az a 21 feladat, amelyet a önkormányzati törvény ránk ró, ahogy az elején mondottam, tehát útjárda, csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz, temetőgondozás, közvilágítás, zöld területek gondozása, parkrendezés, takarítás, város üzemeltetés. Tehát van bőven feladatunk, és nyugodtan merem mondani, mert 2002 óta benn vagyok a sűrűjébe, hogy attól egyébként egy városnak az élete nem változik el meg, hogy például a tűzoltóság városi intézmény volt, a pénzt az állam adta, mi egyszerűen tovább folyósítottuk, és egyéb beleszólásunk a működésben nem volt meg, a szakmailag meg nem voltak meg a kompetenciák. Tehát például a tűzoltóság állami kézbe szervezés az nagyon jó szakmai döntés volt, meg pénzügyileg sem volt, szerintem rossz.
Egyetlen egy dolog, ami inkább presztízs kérdés volt, hogy a tűzoltó parancsnokot ki nevezi ki. Most az önkormányzat nevezi ki, vagy az állam nevezi ki. Hát most az állam nevezi ki, ennyit változott a helyzet. Mekkora keret áll rendelkezésre 2017-ben erre a működtetése, város üzemeltetése? Ha jól számolom, hogy 80% körül. Körülbelül most 80%-nál tartunk, és a 20% az a felújítás és a fejlesztési pénz. Ez viszont a pályázatok megindulásával ez az arány biztosan változni fog, mégpedig a beruházás felújítási tétel százalékosan jelentősen emelkedni fog. Ugye a tankönyvek szerint az az ideális, ha 70% működtetés, 30% fejlesztés. Ez az arány biztosan elő fog jönni, sőt meg fogjuk haladni. Tavaly például majdnem 50-50% volt ez az arány, tehát én azt gondolom, hogy egy egészséges pénzügyi arányszám fog ebben az ügyben is és kérdésben kialakulni. Mielőtt rátérünk a fejlesztésekre, még a szociális juttatások kérdése, amely mindig előkerül, hiszen Sárvárnak egy nagyon széles körű szociális hálózata, juttatási rendszere van. Változik-e ez? Mire számíthatunk 2017-ben? Egyrészt a keretek megvannak, sőt mondanám, hogy felülről nyitott keretek állnak rendelkezésre. Épp a napokban elemeztük azt a helyzetet, hogy a igénylési pénzügyi határok ...nak a felülvizsgálatát azért kellene megtennünk, mert ugye azért elég sokat változott az elmúlt pár évben például a nyugdíjaknak a összege, nulla infláció vagy mínusz infláció volt, rezsicsökkentés volt, tehát sok olyan elem befolyásolt az elmúlt 3-4 évben a családoknak vagy akár az egyedül élőknek a helyzetét, amit nekünk is érdemes felülvizsgálni, tehát azokat a érték határokat, amelyeket megfogalmaztunk ezelőtt néhány évvel, azokat érdemes finomítani, ami azt jelenti, hogy 1%-tól akár 10%-ig is eltéréseket kellene generálnunk. Ez azt jelenti, hogy azokon a kereteken belül, amelyet erre szállunk, akkor lehető legtöbb ember jusson hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ugye fűtéstámogatás, iskolakezdési támogatás, települési önkormányzati támogatás, lakásfenntartási támogatás lehetőség, temetkezés alkalma, vagy extrém helyzetekben egyedi elbírálás, tehát ingyenes tankönyvszolgáltatás, ingyenes vagy féláru étkeztetésnek a bevezetése, tehát kedvezményes lehetőségek azok számára, akik rászorulnak, és mi itt Sárváron most már meg tudjuk fogalmazni azt is, hogy kik azok, akik ténylegesen valóban rászolgálnak arra, hogy ilyen kedvezményeket kapjanak, avagy támogatásban részesüljenek. Akkor térjünk rá a fejlesztésekre, hiszen már ez a költségvetés is tartalmaz fejlesztéseket, például a TAU-val kapcsolatban, kézilabda szakosztálynál egy fejlesztést, a Nádasdi tornacsarnokhoz kapcsolatban, illetve a Sárvár FC területén műfőes pályát. Hogy is állnak ezek Igen, a projektek? Igen, mind a kettőben van döntés. Hát a Sárvár FC programot azt a jövő évben valószínű, hogy meg tudjuk valósítani. A kézilabda egyesület esetében a Nádasdi iskola tornacsarnokhoz kapcsolódó vizes blokk és kiszolgáló egységek, öltözők, vécék felújítása lehet a tárgya. Itt megvan az értesítés, hogy nyertünk. Egy feladatom már csak, hogy ezeket a TAU pénzeket a vállalatoktól, vállalkozásoktól be kellene gyűjteni. Ez nyilván közös egyesület és önkormányzati feladat, illetve projektmenedzser segítségét is igénybe fogjuk venni. Annak viszont a jövő év június végére, azt hiszem június 30-ra be is kell majd fejeződnie. Tehát ha sikeresek vagyunk, mert ezek a döntések elvi döntések mindig, tehát itt nem pénzt adnak, hanem lehetőséget adnak. 70%-ot, ha összegyűjtjük, 30% saját erővel feladatot megoldhatjuk, ez egy olyan 100-110 millió forint. Az SFC pályánál egy műfűves, meg egy élőfűves pálya, az meg olyan 280 millió forint körüli összeget jelent. Továbbra is szerepel a vasútállomás felújítása a költségvetésben, amit azt gondolom, hogy mindenki nagyon várna, és hát sajnos ez nem az önkormányzaton múlik. Igen, hát most már bízom, hogy nagyon hosszú előkészítés után, ez legalább 2 év, eljutunk oda, hogy akkor a szépítése, mert itt most már tulajdonképpen csak szépíteni kell, és színezni, szigetelni, színezni az épületet, hogy eljutunk oda. Mi már a legelején mondtuk, hogy vállalunk benne egy 5-6 millió forintnyi
önrész, inkább csak gesztusértékű a dolog, de nagyon remélem, hogy a jövő év első felében ez megvalósul, mert nagyon sok egyeztetésen vagyunk túl, a tervezők dolgoztak, a MÁV-nak a kissé lassú és bürokratikus rendszerén kell átmennie ennek a iratanyagnak. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása, az utak, járdák felújítására is szerepel keret, tehát akkor ez 2017-ben is folytatódhat. Igen, folytatódik. Hát, ugye ez mindig feladat volt, tehát ez nem mai kérdés, már 90 után mindig amennyit lehetett ezekre az utakra költöttünk. Talán most annyival látványosabb, hogy vannak új technológiák, például a Terramix-es technológia, amellyel az elmúlt években dolgozunk, ezek nagyon gyorsak és olcsóbbak, mint a régi lassú, hogy beton alap, aztán különféle rétegek vannak, és a végén akkor egy fél év után tudunk egy utcát elkészíteni. Ma például egy hónap alatt egy, mondjuk majdnem egy kilométer hosszú útfelújítása lehetséges a technológia miatt. Aztán mindig vannak az apró feladatok, egy kis út itt, egy kis járda ott, egy kis foltozás itt, mert az is van azért, egy kis kátyúzás amott, arra viszont olyan kereteink vannak, hogy nem január 1-től december 31-ig, hanem mondjuk november 1-től március 31-ig, vagy április 1-től november végéig, hogy a téli-nyári kátyukat is folyamatosan tudjuk javítani. Ezek nem nagyok, de bosszúságot okoznak gyalogosnak, biciklisnek, autósnak egyaránt. Ebben szerintem jó tempóba haladunk, időnként azért persze mindenki, én magam is úgy zsörtölődök, morgolódok, hogy egy-egy kátyú hetekig tartunk, mert már előkészítették, de még nem került bele valahogy a bitumen, tehát még ezen is megpróbálunk javítani, és hát azt is figyelembe veszük, hogy milyen hosszú az út, mennyi lakót érint, mennyire fontos verő erre a város közlekedésének, tehát a legfontosabb utak, aztán a közepesen terhelt utak, és végül a legkésebb mondjuk zsák utcák, vagy rövid utak, amelyek a sorba jönnek, tehát mindig a fontosságot úgy határozzuk meg, hogy hol tudunk a leghatékonyabban javítani a közlekedésnek a viszonyain. A tervek között szerepel a Városháza nagytermének felújítása is, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen ennek a régi úgynevezett szociál épületnek a teljes felújítása is megvalósulhat. Igen, hát itt egy nagyon érdekes gondolat van. Mi gondoltunk arra, hogy a nagytermet érdemes lenne 1968 után felújítani villamosvezetékkel, hát egy kicsit az öltözetét belül megjavítani, és olyan szerencsénk volt, hogy a járási hivatal egy központi pályázaton szintén nyert a Városháza B épületre, tehát a járási hivatalra, az ANTSZ épületre, meg talán az állategészségi központ felújítására, és ennek az lehet a következménye, hogy az ablakcsere meg a szigetelés az pályázati pénzből a járási hivatal ágon valósulhat meg, és akkor a belső felújításban nekünk nem kell ablakkal foglalkozni, hanem maradhat a szépítés, a világítás, a berendezések megújítása, a parketta és a falfelületeknek a javítása, úgyhogy itt egy nagyon érdekes együttműködés, kooperáció alakulhat ki, és azt gondolom, hogy meg is érdemli az épület többféle ok miatt, energiahatékonyság miatt, meg szépség miatt, illetve 2018-ban mégiscsak 50 éve, hogy a városra vatták Sárvát, arra jó lenne, hogy ez az épület is kívül belül megújulna, illetve hát a város egyéb pontjai is az következő két évben megszépülnek majd. Még egy konkrét fejlesztés, a Szatmár utcai volt bölcsöde épülete, amely szintén szerepel a költségvetésben. Igen. Hát, hogy majd a helytörténészek egyszer, ha az én működésemet elemzik, akkor én javasolnám nekik most, hogy a nagyon apró fejlesztéseknek a csomagját, mert én ezt nagyon pártolom. Például a Pap köz egy utca. Évtizedekig nem foglalkoztunk vele, pedig a belváros része. A Rózsa köz, egy kis utcácska, amit az előző ciklusban csináltunk meg. Aztán az épületeknek a tetőszerkezete, cserepezés. Itt épp a tévészékház, a Dózsa 14 épület a régi napközi, a városgazdálkodás, az ANTSZ tetőszerkezete, a vármelléki óvodánál tetőépítés, és a többi, és a többi. Tehát a sok apró feladat, homlokzatoknál, Rákóczi út, 4-es számú háza, volt központi orvosi rendelő a városközpontban, szintén a városgazdálkodás homlokzata, jövőre az ANTSZ homlokzata. Tehát, ha példát tudnék mondani, a nagyon csinos hölgy,
amikor föl van öltözve, de egyébként kócos maradt, és hogy a tetőszerkezet is rendben legyen, meg elfelejtette a sminket éppen reggel kiigazítani, hogy akkor az a kép, amelyet látunk, mégis homályos lesz, maradjunk így. Valami hiányérzetünk van, és én ezeket az apró fejlesztéseket rendkívül fontosnak tartom, nem mellesleg minden tetőszerkezet vagyonvédelem. Mert ugye, ha rendben van a tető, akkor óvjuk az épületet. Minden homlokzatfelújítás pedig városi szépítés. Tehát ezek az apró cseprő munkálatok, ezek nagyon fontos csomagot képeznek nálunk, és akkor a Szatmár úti óvoda egy lapos tetős épület, és hát gondjaink vannak vele, és úgy döntöttünk, hogy igenis sátor tetővel meg fogjuk védeni, és a jövőben terveim szerint a volt bölcsődei ágat is rendbe fogjuk rakni, hogy ott is egy olyan szép épület legyen, hogy a szemnek is legyen kedves, de egyébként hőszigetélés szempontjából szintén fontos a tető és vagyonvédelem szempontjából. Meg hát esztétikai értéke is tesz így a dolognak. Azért a nagyszabású fejlesztési tervek is készen állnak, és szintén már nem az önkormányzaton múlik, hogy sikeresek lesznek, vagy nem. Ugye a műsor végén azért vegyük számba, hogy milyen fejlesztéseket tervez a város, milyen döntésekre várunk. Azt gondolom, ez a gyógyhely fejlesztés szempontjából a GINOP programban beadott pályázatunkra is nagyon várunk, hogy el, mit tudunk róla. Igen, akkor egy néhányat fejből aztán a segítséget, telefonos segítséget kérek, jó, hogy végigjussunk. Na, onnan induljunk akkor, hogy gyógyhelyfejlesztési program a Csónakázótó és környéke teljes megújítása van a fejünkben, még a döntés nem született meg, de szeretnénk bővíteni a túrendszert egy 2,5 hektáros területtel, utakat, járdákat, sétányokat, kávézót építenék, futókört, gyerekjátszótér felújítás van, kresszpark felújítás van benne, és minden, ami ehhez kiszolgálóként, kiszolgáló egységként, vizes blokk és többi szükséges. Azután egy ugyanilyen nagy vágyunk, tervünk, a postatér mellett levő Hilt Parknak a felújítása. Én megjegyzem, hogy most, miközben itt beszélgetünk, már készen van a szilveszter emlékszobor, emlékmű, amelyet a jövő év folyamán fogunk felavatni a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán. Azután van egy olyan tervünk, mert nagyon ráfér az épületre, hogy a gondozási központ épületét generálisan megújítjuk, mondanám azt, hogy a tetőtől a pincéig bezárólag. Ugyancsak jó lenne, és itt van egy kérdőjel, a volt időgondozó épületében egy arab fokú egészségügyi központ, kiépítése pályázati pénzből. Itt van egy kis bibi, hogy 5000 fő alatti településeknek írták ki, mi ugye nagyjából 15 000-en vagyunk, tehát csak akkor reménykedhetünk, ha egy-két kör levegye, a végén egy kis maradék pénz van, és valaki nem tudja elkölteni, akkor mi bejelentkezünk, mert nekünk megvannak a terveink. Tehát ennyi előkészület van. Ugyancsak fontos a bölcsödénk megújítása, azért, mert egyre többen jönnek a gyerekek, másrészt meg hát nagyon régi az épület, igen, ráfér a generális megújítása, és lehet, hogy még egy csoport bővítést is így hozzá tudunk rendelni. Egy különleges pályázat az úgynevezett CLLD, az a helyi közösségek által vezérelt fejlesztés. Az alapkoncepciónk az, hogy a zárda épületét megújítjuk, valamint a Rába-Sömjéni Kultúrháznál kellene egy kis fejlesztést végrehajtani, de ez csak az egyik része. Az igaz és nagyobb tétel az, hogy a civil szervezetek, akik ebbe az akcióban részt vettek, azok programokra és fejlesztésekre pályázhatnak. Tehát a pályázatot megnyeri a város, vagy egy konzorcium, és az egyesületek pedig erre a pénzre, erre a kontingensre pályázhatnának. Akkor azt gondolom, hogy van még egy álmunk, nem tudjuk, hogy ez most milyen állapotban van, mert az állam, a pályázó is, meg a célszemély is, az pedig a Nádasdi várral kapcsolatos várprogramba. Itt is vannak terveink, egyelőre bizonytalan, mert megszűnt a Forster központ, amely a állami műemlékeket kezelte, és valamelyik minisztérium egyik osztályaként kormánybiztos felügyelet alatt működik. Tehát itt újabb, mondanám azt, hogy szinte nulláról kellene indulni a egyeztetésekkel, meg a pályázattal, de itt is próbálkoznák. Aztán nem tudom. Kerékpárutak fejlesztése, azt gondolom. Kerékpárutak, igen. Hát nagyon régi vágy is, meg kényszer is. Egyszer a Bögött felől a vasúti átjáron befele vezető
úton jönne, aztán többfele elágazna a városban, és a másik nagyon fontos része, a Rába semmilyen felől meg lehessen közelíteni a várost, és a Rába hídtól ki a hegyközségen keresztül, hegyközségi temetőig és Gércéig vezetne, ez megyei szervezés, tehát mi ennek a megyei konzorciumnak az egyik tagja vagyunk, és a pályázatot a megyei önkormányzat fogja végülis összefogni, kooperálni, meg generálni, és valószínűleg megvalósítani is. Nagyszabású terv a zeneháza fejlesztése. Igen, a zeneháza, ott ugye most van egy kis problémánk, hogy az állam átvette ezt a területet, de a tankerülettel már készülünk szerződést kötni, hogy azon az állami intézményen belül, a telek belső részén, ugye bár az épület a miénk, de kell hozzá a tankerületnek a hozzájárulása, egy zeneháza, ez egy zenei központ, amely kicsit bemutatóteremként is, zenemúzeumként is, kiállítótérként is, hangversenyteremként is tudna működni, tehát szerintem nagyon érdekes és sok rétű szolgáltatást tud majd adni. Egy dolgot felejtettünk még ki, a csapadékvíz elvezetés, amely azt gondolom, hogy a következő években egy központi eleme kell, hogy legyen a tervezésnek a megvalósítása. Így van. Ugye több helyen most az idei csapadékos év megint előhozta ezeket a problémákat. Amely pályázati elbírálás alatt van, az a Gárdonyi úttól északra elő eső utcák, Vörösmarty, Kisfaludi, Balassé, Kis János utca talán, és akkor ennek valamilyen szintű megvalósítása, valamint a Kertvárosban, ha jól tudom, a Magyar István utcának egy része kapcsolódna be ebbe a rendszerbe, növelni kellene a kapacitásokat őszintén szólva. És ha már itt vagyunk, elmúlt héten volt egy nagy szakmai egyeztetés, amely a városi csapadékvíz elvezető rendszerek egészét próbálta áttekinteni, és három elemet hadd emeljek ki nagyon gyorsan. A Gyöngyös műcsatorna mellett van egy úgynevezett újmajori árok, amely gondot okoz a Kertvárosnak a délnyugati részén. Be kellene avatkoznunk sok 10 millió forint. A szapotároknak a városon kívüli részét egészen a Rábáig, az több mint 2-3 kilométer, alapvetően kellene kezelni, mert ha az a vége nincs rendben, akkor belülről a városból nem tud a csapadékvíz elfogyni, és ugyanez a helyzet az Aranyos érrel, amely meg a délkeleti városrészt kellene, hogy kezelje. Tehát itt olyan problémánk van, amely sajnos több évtizedig, hát lehet, hogy 4-5 évtizedig nem volt megfelelően kezelve, még nem volt a figyelem középpontjában, és most szinte halaszthatatlan feladatok vannak, de ez azért olyan, hogy ez, ha most azonnal neki tudnánk állni, akkor is évtizedes feladat, mint egykoron a gázbevezetés, meg a csapadékcsatorna, meg a szennyvízcsatorna, tehát ez nem olyan, hogy egy év alatt meg fogjuk oldani. Ami viszont fontos, hogy nem halasztható, valahol neki kell állni, akár egyszerre több helyen is. Végigvettük a fejlesztési terveket is. Összességében mit vár a polgármester úr, mit vár az önkormányzat a 2017-es esztendőtől? Hát én mindig ugyanazt várom a jövő évtől. Egyrészt az, hogy legyünk megelégedettek, boldogok, mert mi azért egy nagyon szép kisvárosnak a lakói vagyunk. Én nekem külön kitintetés, hogy most már 6. éve vezethetem ezt a várost a kollégáimmal. A másik, hogy legyünk elég okosak ahhoz, hogy azokkal a lehetőségekkel tudjunk gazdakodni, amelyeket az élet, a sors nekünk megadatott. Tehát egyrészt ugye beszéltünk a saját lehetőségekről, másrészt meg a pályázati lehetőségekről, ezt hogyan tudjuk összecsatornázni, és akkor végül valósággá tudnánk formálni a vágyainkat, meg a terveinket. És abba is bízom, hogy a mi városunk megőrzi azt a nyugodt polgári légkörét, amely igazából jellemez minket, mert az egyik gazdasági erőforrásunk éppen ez, a nyugalom és a biztonság. És hát ezt mindannyiunknak, mind a 15 ezer lakosnak kell ápolni, védeni és dolgozni ennek érdekében. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!